Béla kisasszony. Réges-rég történt, amit most elmesélek. Akkor történt ez még, amikor Aranyos Széknek is királya volt. Ennek a királynak egyetlen gyermeke volt, az is leány, és amikor érezte halálát, azzal a feltétellel testálta rá Aranyos Széket, hogy két nevet használjon az egyik neve Béla legyen, a másik neve Eterka, s fió ruhát viseljen egyszer, leányruhát ruhát másszor. Hát, meghalt a király, s alig, hogy eltemették, jött a rettenetes hír. Itt vannak a tatárok, közelednek aranyos székhez. Nagy hirtelen várat épített Béla kisasszony a várfalvi hegyen s most már nyugodtan várta a tatárokat. Hát csak jöjjetek! Közbe-közbe kiki járt Béla kisasszony a rétre. Annak a rétnek a közepén volt egy kút. Ott itatta minden délben a juhait egy Petór nevű juhász. Ott találkozott vele Béla kisasszony, de a képében, vagyis leányruhában. Mondjam, ne mondjam, ha nem mondom, úgy is gondoljátok. Béla kisasszony megszerette a szép juhászlegényt. Hitta is, hogy menjen fel a várba, ne bajlódjék a juhaival. De Petúr azt mondotta. Elmennék én veled, te szép leány, a világ végére is, de a juhaimat nem hagyhatom. Hiszen megállj, gondolta magában Béla kisasszony, majd elhagyod a juhaidat. Egyszer aztán lement a kuthoz, s mondta nagybósan nagy Petúrnak. Jaj, szegény Petúr, berosz hírt hozok neked. Az én néném, Béla kisasszony, be akarja temetni ezt a kutat, hogyha ide jönnek a tatárok, ne kapjanak vizet. Haj, haj, sóhajtott Petúr, bizony akkor nincs mit tennem, el kell adjam az én szép juhaimat, mert csak nem nézhetem, hogy szomjan pusztuljanak. Hát el is adta a juhait Petúr, aztán felment a várba, kereste Etelkát, de bizony nem találta. Béla kisasszony fogadta őt férfi ruhában. Ámult bámult Petúr, amikor látta a nagy hasonlatosságot, de bizony nem gondolta, hogy Béla meg Etelka egy személy. No, szegény juhászlegény, hát te mit keresel itt? kérdezte Béla kisasszony. Mondta Petúr, én bizony nem keresek semmi egyebet, csak feljövék ide, mert a hugod azt mondta, hogy betemetteted a kutat. Mit tehettem egyebet? A juháimat eladtam, s feljöttem ide, ha szolgálatot találnék. Bizony, ha szolgálatot keresel, fel is fogadlak mondta Béla kisasszony. Mindjárt mennyis is a cselédekkel, s még ma temessétek be a kutat. Lement Petur a kuthoz, s vele mentek vagy százan. Töltötték a kutat egész nap, de bizony nem temetődött az be. Beletelt egy hét, amíg azt betemették, s még akkor is itt-ott kiki a víz oda ment Béla kisasszony etelka képében. Nézte, nézte, hogy kínlódik Petúr. Fejét csóválgatta, s mondta mosolyogva. Ennyi, ennyi, Petúr, hát nem tudod, hogyan kell beforrasztani a likat? Mész kell ahhoz, meg kovács szén, s majd meglátod, többet nem budjan ki a víz. Szégyenkezett Petúr, hogy a leánynak több esze van, mint neki, mert csak ugyan mészszel, skovács szénnel beforrasztották a likakat, s többet víz nem budjant ki. De hiszen ideje is volt, hogy a munkával elkészüljenek, mert két nap sem telt belé, jöttek a tatárok nagy sereggel. Annyian voltak, mint réten a fűszál, égen a csillag, Köröskörül körül fogták a várat. Döngették a falát éjjel-nappal szakadatlan. Hét álló hétig szüntelenül vívták, ostromolták, döngették, közbe-közbe egynehányan a bátrabbak közül felismáztak a várfokára, s Béla kisasszony meg Petúr csak úgy haigálták le a tatárokat a várfokáról. Közbe-közbe ha egy-egy kicsit visszahúzódtak a tatárok, Béla kisasszony leányruhába öltözött, Petúrral a kertben sétálgatott, s ott olyan szépen édesen elbeszélgettek. Egyszer azonban vége szakadt a nyájas a kedves beszélgetésnek. Igen-igen elszomorodott Béla kisasszony. Mondta Petúrnak, Tudod-e, Petúr, hogy még csak egy hétre való eleségünk van? Ha valamit ki nem gondolunk, fel kell adnunk a várat, s akkor aztán más világon leszek a te feleséged. Nem a más világon leszel az én feleségem, hanem ezen a világon, mert én még a mai áldott szent napon kiszököm a várból. Megyek a torockó györgyi várba, segedelmet kérek Zuzótól, a várurától. Mindjárt el is határozták, hogy petort, mintha halott volna lepedőbe csongolítják, leeresztik az aranyos folyóba, s addig úszkál ide-oda, amíg valahol, ahol nem látják a tatárok, kiúszik a partra. Amint esteledett, csak ugyan lepedőbe csongolították Petúrt, Leeresztették az aranyos folyóba, de a három orrukán, bár csak félszeme volt, a másik szemét Béla kisasszony lőtte ki, észrevette, hogy valakit lepedőben leeresztettek a várfokáról, s nosza, oda a tatárok, kifogták a vízből Petúrt. Petúr meg sem mozdult, testét megmerevitette, egy izma sem rándult meg, de a három orrukán nem hitte, hogy halott. Égő tétetett a tenyerébe, szeget veretett mind a húsz körme alá. De Petúr meg sem mozdult, meg sem sziszent. Hiszen várj, mondotta a három orrukán, aki még most sem hitte, hogy Petúr halott. Mindjárt felébrezte lekén. Hivatta a leányát, Irinkát, aki szép volt, olyan szép, hogy még a halott is felébredt, ha reál nézett. Hát Jött Irinka, nézte, nézte, hosszan nézte Petort, de bizony nézhette, nem nyitotta fel a szemét. No, mondta a három orrukán, most már hiszem, hogy halott. Dobjátok vissza a folyóba. Visszadobták megint a folyóba. Bezzeg, hogy Petor felébredt nyomban, aztán úszott messze, messze. Jó messzire, s amikor már gondolta, hogy nem látják a tatárok, kiugrott a folyó partjára. Szaladt eszenélkül a toroszkó Szent Györgyi várba, egyenes Zuzóhoz, s elmondta nagy lelkendezve, hogy mi jóban jár. Úgy, mondta Zuzó, hát segedelmet kér Béla kisasszony. Adok én segedelmet, hogy ne adnék, de ára van annak legyen a feleségem Béla kisasszony. Hogy ne lenne, mondta Petúr nagyra vaszul. Sokszor emlegetett téged, látva láttam, hogy felét hajlik a szíve. Egyéb sem kellett Zuzónak, még az éjjel felkerekedett katonáival, meglepte a tatárokat, széjjel verte, reggelre egy szál nem sok, annyi sem maradt a Béla kisasszony vára körül. Eltűntek mind, mintha föld nyelte volna el. Reggel bemegy Petúr Béla kisasszonyhoz, mondja neki. No, Béla kisasszony, Zuzó elkergette a tatárokat. De tudod-e, mit ígértem neki? Azt ígértem, hogy felesége leszel. Bizony, ha azt ígérted, hát akkor felesége leszek, mondta Béla kisasszony. Hát csak üzen meg Zuzónak, jöjjön a násznéppel, várom szeretettel. Hát jött is hamarosan Zuzós vele a násznép. Furcsa násznép volt ez. Csupa leányruhába öltözött férfiak voltak. Így jöttek Béla kisasszonyért, aki férfi ruhába várt a Zuzót s a násznépet. Ennye, ennye, mosolygott Béla kisasszony. Nem is gondoltam, hogy ilyen sok szép leány barátod van. Bizony, nem is vezetlek fel a várba, mert tudom, hogy a leányok szívesebben sétálnak a kertben, az én virágos kertemben. Gyertek, leányok, gyertek! Nézdétek meg elébb az én virágos kertemet! Bezzeg mentek nagy örömmel a virágos kertbe, mind a hányan voltak gyönyörködtek a szebbnél szebb virágokban. Hiszen csak ezt várta Béla kisasszony, észrevétlenül kisúrrant a kertből, rájuk zárta a kaput. De Zuzó rosszat sejtett, vajon mit akarhat ez az ördöngős leány? Hallod-e, Béla kisasszony, miért zártad be a kaput? Miért zártam be? mosolygott Béla kisasszony. Virágos kertben van helye a leányoknak. Jól van, jól, mondta Zuzó, de már kigyönyörködtük magunkat. Ne bolondoz, nyisd ki a kaput. Mindjárt, mindjárt, csak várj egy kicsit, Zuzó, s nagy kacagva felszaladt a várba Béla kisasszony. Hiszen várhatta Zuzó Béla kisasszonyt, három teljes napig nem is mutatta magát akkor aztán megszánta, s lekiáltott Zuzóhoz. Hallod ezt, Zuzó? Dobd fel a kalapodat, nyomban kiereszlek. Mit tehetett szegény Zuzó? Gyötörte az éjség s a szomjúság, feldobta a kalapját. Egyéb se kellett Béla kisasszonynak, fejébe csapta Zuzó kalapját, s nagy kacagva lekiáltott. Fejemben a kalap, zuzó vitéz, én vagyok az úr, megengedem, hogy hazamenj. Mit tehet ez zuzó vitéz? Nagy haraggal s nagy szégyenkezéssel kisompolygott a várból, s vele a leányok. No, Petúr, mondta Béla kisasszony, elment zuzó, többet vissza sem jön. Most már tied vagyok, tied leszek koporson bezártáig. Hely, Béla kisasszony, mondta nagy bósan Petúr, bizony kár zuzót elküldened, mert mi sohasem lehetünk egymásé. Réges régen etelk a hugodé az én szívem. Bizony, ha az övé, mondta Béla kisasszony, maradjon is az övé. Várj csak, küldöm, legyetek boldogok. Azzal kisúrrant a szobából, de egy kevés idő múlva visszajött, gyönyörű, szép, aranyos leányruhában. Itt vagyok, Petúr! Itt vagy! hepeget Petúr. Hát a nénéd hova lett? A néném? Hát nem látod? Itt van az is. Nézd meg jól, nem ismersz meg? Egyszer Béla voltam. Máskor etelka voltam, de már ezután örökre etelka leszek. Mondjam, nem mondjam, bezzeg megkönnyebedett a szíve Petornak, s egyszeribe papot hivattak, nagy lakodalmat csaptak. Lakatos János Udvarhely megyében, a homoród völgyében van egy kis falu. Kemény falva a neve. Ebben a faluban még most sem felejtették el Lakatos Jánost, a híres vitést, meg az ő máska unokáját, akinek szintén Lakatos János volt a neve. Abban az időben éltek mind a ketten, amikor a tatárok ellepték Erdét, a keményfalviak a hollókő nevű szikla barlangjában bújtak el de hiába bújtak el, a tatárok nyomukra találtak. Már éppen közeledtek a barlang szájához, amikor Lakatos János dupla csövű puskájával megcélozta a tatárok vezérét. A veresbélű kánt, akit azért neveztek veresbélűnek, mert tetőtől talpig veres volt a gúnyája. Mondom, célba vette a veresbélű kánt, le is fordult az alováról, de Lakatos János másodszor is elsütötte dupla csövű fegyverét, és a tatárok rémülten szaladtak szét, mert most hallottak először puskaszót, amitől csak úgy zengett zugott az erdő. Ezt beszélik Lakatos Jánosról, a máska unokáról, aki nem várta meg ám, hogy oda jöjjenek a tatárok, hanem ő ment utánuk. Szerteszéjjel kalandozott mindenfelé a földön, elvetődött csiktoplicára is, s éppen akkor talált benyitani egy házba, amikor ott nyilatkovácsolt hét tatár. Ahogy megpillantották lakatos Jánost a tatárok, Mind a heten egyszerre röppentették feléje a nyilvesszőt, de lakatos nagy hirtelen földhöz vágta magát, s mind a hét nyílvessző elrepült a feje fölött. Hiszen csak ez kellett lakatos Jánosnak. Nyomban felugrott fektéből, s görbekardjával mind a hét tatárt miszlik beszabdalta. Aztán egy-kettőre ki a házból, a tatárok paripáiból kiválasztotta a legszebbiket, felpattant rá, s szélnél sebesebben elvágtatott. No, ezt igen okosan cselekedte, mert a faluban lézengő tatárok észrevették. Egy nehányan lóra kaptak, hajrá, utána. Üzőbe vették lakatost. Vágtatott lakatos szélnél sebesebben, de vágtattak a tatárok is utána. Nem csak vágtattak, de közben repítették utána a nyílveszelyüket. Áldott szerencse, hogy egy sem találta, s áldott szerencse, hogy az olt partjához ért, s ott gondolkozás nélkül beleugratott. Tél felé járt az idő, vékony jég borította az oltot. Ebben a jeges vízben usztatott átlakatos, s mire kiért az oltnak a másik partjára, véges végig tetőtől talpig jégpáncél borította az egész testét. Ez volt a szerencséje, mert a nyilvesszők mind visszapattogtak a jégpáncélról. Nem is vágtatott tovább, megállt az olt partján, s átkiáltott a tatároknak. Jertek, jertek, hogyha mertek! Bezzeg, hogy átusztattak a tatárok, éppen heten voltak ezek is. Hogy ne mentek volna egy ellen? Heten usztattak át, de csak három uszott vissza. Négyet levágott közülök. A többi eszenélkül usztatott vissza. Ilyen nagy vitéz volt lakatos János. Ha ne talán kemény falvára visz az utatok, ott bizonyosan még többet is hallotok a két lakatos Jánosról. Déva, galán és Arany Sok ezer esztendővel ennek előtte, Három tündér lakott hunyannak a földjén. Név szerint déva, Kalán és arany. Szép volt mind a három tündér. Olyan szép, hogy aki látta, megcsodálta. Egy kis házacskában lakott a három tündér. Igen, szépen megfértek egymással jó sokáig. Egyszerre azonban beléjük bújt az ördög. Versengeni kezdtek, hogy melyik a szebb közülük. Az lett a versengésnek a vége, hogy elváltak egymástól. Azt mondta Déva, Kiki lakjék a maga házában, építsen Kiki olyant, amilyen tud. Jól van, mondta Kalán, majd meglátjuk, melyik épít különbházat. No, azt szeretném látni, ki épít különbet, mint én? Szólt büszkén arany. A három tündér között Déva volt a legszelídebb. Szép csendesen mondta, miközben rámutatott a Dévai hegyre. Én ennek a hegynek a tetejére építek várat. Kőből építem, s ha Isten megsegít, három nap múlva kész lesz az én váram. Bizony, ha kőből, én meg vasból, mondta kalán, s két nap múlva kész lesz az én váram. Mi, két nap kacagott arany, én egy nap alatt megépítem az én váramat, se nem kőből, se nem vasból, színarany lesz az én váram. Hiszem, mondta szelíden Déva, ha megsegít az Isten. Bánom is én, segít vagy nem segít, mondta gőgösen arany estére meg lesz az én váram. A három testvér többet nem szólt egymáshoz. Hárman három felé mentek. Reggel várépítésbe fogtak, hárman három hegy tetején. S hát csak ugyan este felé már ott ragyogott az egyik hegy tetején aranyvára. Másnap estére kész volt kalánvára is. Csupa vas volt tetőtől talpig. Dévavára is felépült harmadnap estére. Amint felépült Dévavára, abban a pillanatban rettentő nagy fergetek kerekedett. Égszakadás, földindulás, de olyan, hogy ég föld megrendült belé, skalán és aranyvára egyszerre omlott össze. Eltűntek nyomtalan. Ám Dévavára állott erősen, sem égszakadás, sem földindulás nem ingatta meg. Benet úr és Mátyás diák Szegény háromszéki széki nemes ember volt Benet úr, Berecken éldegélt rozogó házikóban, egymagában. Amilyen szegény volt, éppen olyan jó volt a szíve. A nálánál is szegényebbel utolsó falatját is kész volt megosztani. Történt egy este, hogy amint egymagában üldögélt, s visszagondolt a réges régió időkre, amikor az ő őseinek várai meg nagy birtokai voltak, legény kopogtatott be hozzá, s kért szállást éjszakára. Mátyás diák a nevem, mondta a vándor. Fáradt is vagyok, éhes is vagyok, kapok-e szállást, jó uram? Istené a szállás, válaszolt Benet úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le az asztalon mellé. Az asztalon egy tál lencse volt, azt eddegélte Benet úr, de bizony szovány volt a lencse, egy csepp zsír sem volt azon. Ennyi, ennyi, gondolta magában Benet úr, mégiscsak megzsírozom ezt a lencsét, nem illendő ilyen sovány lencsével traktálni a vendéget. Hát bizony, mondta Benet úr, a mi földünk sovány, édes nem terem jól, ha meg nem trágyázzák. Várj egy kicsit, hadd trágyázom meg ezt a lencsét is. Megtrágyázta a lencsét zsírral, aztán honnét, honnét nem, egy kancsó borocska is került az asztalra itt iddogáltak, beszélgettek erről arról, különösképpen az ország dolgáról, s bezzeg, hogy ráfordult a beszélgetés sora Mátyás királyra is. – Hely, öcsém! – mondta Benetúr. – Kereke földön nincs párja a mi királyunknak. Nem hiába tették a nevéhez, Mátyás az igazságos, mert ő csak ugyan igazságos. – felejteném az én nagy szegénységemet, ha bár csak egyszer színről színre láthatnám. Ugyan bizony, kérdezte a diákot, de sok országot, világot bejártál, látta de már Mátyás királyt. Nem csak, hogy láttam, de látom minden nap, amikor Budán vagyok, felelt a diák. Mert akár hiszi, akár nem, kedves uram bátyám, én a király vagyok. Hát én elhiszem, mondta Benetúr, de ahogy ezt mondta, azon megérződött, hogy bizony nem hiszi. Igen, igen, folytatta a diák, én csak ugyan Mátyás király íródiákja vagyok, s majd, ha Budára jön uram bátyám, jöjjön el a királypalotájába. ott megtalál engem. Ihol ez a gyűrű, s azzal lehúzott az ujjáról egy gyűrűt. Fogadja el emlékül, kedves urambátyám, s ha Budára jön, mutassa meg akármelyik cselédnek, majd hozzám kalózolják, s akkor én szerétejtem, hogy láthassa a királyt. Köszönöm a gyűrűt, kedves öcsém! Ha Isten éltet, el is megyek Budára, pedig az egy kicsit messzécske van ide. Bizony, bizony, egy kicsit messzécske, mosolygott a diák, de csak jöjjön, kedves uram, bátyám, nálam is majd istené lesz a szállás, éppen, mint kigyelmednél. Másnap reggel tovább ment a diák. Benetúr meg attól kezdve szüntelen készülődött a nagyútra. Amint a kicsi buzácskáját learatta, kicsépelte, s abból nehány arany összekerekedett, Nosza neki készülődött, elindult a nagy útra. Addig ment, mendegélt, hogy egyszer csak ugyan Budára ért. Amint egy kicsit kipihente magát, ment egyenest a királyi palotába. Ott a kapuban mutatta a gyűrűt, s kérdezte. Ugyan bizony, itt lakik-e még az a diák, aki nekem ezt adta? Itt bizony, csak menjen fel, kigyelmed a grádicson, mutassa meg ott a gyűrűt az istrázsának, az majd tovább kalózolja. No, felment benetúra garádicson, mutatja a gyűrűt az istrázsának, s még nem is szólhatott, már megnyílt előtte a nagy szárnyas ajtó. Azon az istrázsás betessékelte. Egy sereg csillogó-villogó ruhás ember áldogált a nagy teremben. Azok, ahogy meglátták a kezében a gyűrűt, közrefogták benet urat, úgy vezették, kísérték teremről teremre. És egyszerre csak ott állott benet úr, egy olyan fényes teremben, hogy csak úgy káprázott a szeme a fényességtől. és a fényes teremnek a közepén ott ült aranyos székben, mátyás diák. Hely, édes jó Istenem! bezzek forgott a világ Benet úrral, Hiszen amíg teremről teremre vezették azok a fényes gunyás urak, már akkor sejtett valamit, hogy az a mátyás diák, akitől a gyűrűt kapta, valami nagy úr lehet, ha nem is a király. Slám maga a király volt az, akitől a gyűrűt kapta, akit ő olyan szegényes vacsorával tisztelt meg. Ó, ó, felséges királyom, mondá Benetúr. Szinte elsüllyedek szégyenletemben, hogy én, amikor vendégül láttam, csak egy tál lencsével tisztelhettem meg. De igaz lelkemre mondom, felséges királyom, az én szegénységemből több nem telék. Mosolygott a király, s mondá, amint következik. Ennye, ennye, beneturam sose mentegesse magát. Akár hiszi, akár nem, soha sem ettem olyan jó vacsorát, mint amilyen a kigyelmed megtrágyázott lencséje volt, mert éreztem, láttam, hogy jó szívvel adta azt, amit adhatott. Ebben a pillanatban lépett be az inas, s jelentette az ebédet. Mátyás király szépen kézen fogta beneturat kivezette az ebédlőbe, maga mellé ültette, s szüntelen bíztatta. Egyék, Benet uram, egyék, szeresse! Mosolyogva mondta ezt a király, szeresse, mert ugyanezzel a szóval kínálta Benet úr a megtrágyázott lencsét Mátyás királynak. Mikor aztán vége volt az ebédnek, behozatott a király egy tál aranyat, egy tál ezüstöt, aztán behozatott egy nagy üres tálat. Ebbe az üres tálba beleöntötte az ezüstöt. Az ezüst tetejére a tál aranyat, s mondá. Ime, Benet uram, valamiképpen kigyelmed megtrágyázta a lencsét zsírral, én is megtrágyázom az ezüstöt aranyjal. Ahogy ezt látták az ebédnél jelen volt nagyurak, Nekik is kedvük kerekedett, hogy Benet urat valamivel megajándékozzák. Mit gondolt, mit nem egyik nagyúr, aranyos, gyémántos mentéjét Benet úr nyaka köré akasztotta. Kérdezte, elbírja -e ezt a mentét, Bereckik, Benet uram? Elén a világ végéig is, mondta Benet úr. Egy másik nagyúr szintén Benet úr nyaka köré akasztotta a mentéjét. Hát ezt elbírja-e, Benet uram? Nem csak ezt, de még többet is. Bezdeg, hogy egymás után akasztották Benet úr nyakába a mentéket. Hát ezt a sok mentét csak ugyan elbírja, Benet uram? kérdezte most a király. Elén, felséges királyom, hunc fut, aki visszaveszi. Csak úgy csengett a palota a nagyurak kacagásától. Bezzeg, hogy egyik sem vette vissza a mentéjét. Most azonban csendet intett a király, s monddá igen komolyan, amint következik. Ezekhez a mentékhez illik ám a kard is, s egy igen szép kardot adott Benet úrnak, akinek kicsordult a könny a szeméből, mondván. Felséges királyom, köszönöm az aranyat s az ezüstöt, köszönöm a kardot. Az aranyat, ezüstöt hazám javára használom, a karddal pedig hazámért s királyomért harcolok, amíg élek. Azt beszélik Berecken, hogy az aranyból s ezüstből, meg a nagyurak mentéjének aranyából s gyémántjából várat épített Benetúr, amelynek ma is látszik a romladéka. A hirip meg a mikófiók a világhíres borszéki fürdőtől nem messze, rengeteg erdőben van egy sziklahegy. Ennek a tetején réges-régen vár állott, most azonban csak a romladéka látható. Ennek a sziklahegynek vároldala a neve. Valamikor, réges-régen, ebben a várban egy hiripné nevű özvegyasszony lakott, két fiával Domokos az egyik, Ábrahám a másik. Dali szép ifjú volt mind a kettő, de amilyen szépek voltak arcban, olyan csúf volt a lelkük. Egész nap az erdőben csatangoltak, az utasokra leskelődtek, rajtuk ütöttek, kifosztották őket, s valahányszor aranyjal, ezüsttel, mindenféle rablott holmival hazatértek, az anyjuk ott várta őket a várkapujában. Két koszorú volt a kezében, mind a két fiúnak a fejét megkoszorúzta. Egy szó, mint száz, az asszony sem volt különb a fiainál, s a fiúk sem különbek az anyjuknál. De nem csak aranyat és ezüstöt raboltak a hírép fiúk, raboltak ők leányokat is. Ha megtudták, hogy valahol egy szép leány elmátkásodott, ének idején elrabolták, s bizony sok-sok leány hervadt el a hiripné várában. Minduntalan meg megjelent egy-egy dalia, s felkiáltott a várba, ilyen formán. Hallod-e, te rabló hirip Ábrahám, add vissza a mátkámat! Aztán, hallod-e, te hirip domokos, add vissza a mátkámat. És hívták, hogy ha igazi vitézek, jöjjenek le a várból. Álljanak ki egy szál kardra velük. Hiszen nem váratott magára sem domokos, sem ábrahám. Egyszeribe lóra kaptak, lenyargaltak a várból, rendszerint nagy diadallal is tértek vissza, s az anyjuk, mint rendesen, koszorúval várta őket a várkapujában hanem egyszer mégiscsak emberükre találtak. Két dalia jelent meg a vár alatt, mind a kettő gyászfeketében. Testvérek voltak, a Mikó fiúk, s testvérek voltak a menyasszonyok is, Lázár leány mind a kettő. Nosza, nyeregbe pattantak a hirip fiúk, de amint kiléptek a várkapuján, mind a kettőnek megbotlott a lovak. Jaj, lelkem, fiaim, jertek vissza, kiáltott hiripné. Megbotlott a lovatok, bizony mondom, rosszat jelent az. De a fiúk nem törődtek az anyjuk rimánkodásával. Mind a ketten nagyot káromkodtak, az egyik a kutyákkal letette dögállatját, a másik a hollókkal vájatta a szemét a lovának kicsordult a vér mind a két lóból, olyan nagy düvel sarkantyúzták meg, s egy szempillantás alatt ott is állottak a mikó fiúk előtt. Csak úgy rengett, döngött a föld alattuk, amint összecsaptak, s zengett, zúgott az erdő, amint összeverődtek a kardok s a buzogányok. Aztán egyszerre csak lefordult a lóról Ábrahám is, Domokos is, Hördülésük felhallott a várba, s hiripné kezében abban a pillanatban elhervadt, mint két koszorú. Amikor a mikófiók felvágtattak a várba, hiripné ott feküdt a várkapujában. Fehér volt az arca, mint a gyócsé virág. Gonosz lelke ott járt a pokolban. A halál anyja. Udvarhely megyében, telekfalva határán magas hegyemelkedik az égnek. Őrhegy a neve. A tatárjárás idején hol vörös, hol fehér zászlót lengetett a szél ennek a hegynek a tetején. A vörös zászló azt jelentette, jönnek a tatárok. A fehér zászló azt jelentette, maradhattok bátran a faluban, kapálhattok, szánthattok bátran. Messzire el lehetett látni az őrhegy tetejéről. Látni lehetett a küküllő és homoród vidékét. S ha vörös zászló lobogott az őrhegy tetején, bőséges idejük volt a telekfalviaknak, hogy kimenjenek a faluból az őrhegy mögé, a somas erdőbe. Itt, ebben az erdőben, Szikláshegynek az oldalába három barlangot ástak a telekfalviak ide bújtak el a tatárok elől. De a tatárokat nem lehetett tám kiátszani. Ha üresen találták a falut, kimentek a somos erdőbe. Letelepettek a barlangok előtt, s várták türelmesen, amíg az éjség a népet onnét kikergeti. Csak hogy az is igazám, hogy a telekfalviak nem csak eleséget vittek a barlangba, de vittek puskát, sőt még ágyút is, s kikilövöldöztek a barlangból. Sok tatár hagyta ott a fogát, de mennél többen haraptak a fübe, annál nagyobb lett a tatároknak a haragja. S még többen sereg lettek a barlangok köré. Hát még, amikor meglőtték a tatárok vezérét is. De a tatárok nem vesztették el a fejüket, amikor a vezérük lefordult a lováról szépen ott maradtak, mert jól tudták, hogy sokáig nem tart ki az eleség. Hát, csak ugyan jól gondolták, mert az eleség elfogyott, de a telekfalviak még ekkor sem mozdultak ki. S mint ahogy az almási barlangban, egy vénleánynak az eszementette meg a telekfalvi népet is. Ez a vénleány egy nagy töknek nagy szemet, orrot vágott, s retekből szörnyű nagy fogakat rendezett be a szájba. Amikor ezzel készen volt, hosszú póznára húzta a tököt, a póznát felöltöztette, aztán egy sötét éjjel kisompolygott a barlangból, felment az őrhegyre, a tököt kivilágította. Szörnyű nagy rémület szállotta meg a tatárokat a szörnyeteg láttára. Egy azonban közülük megemberelte magát, s ha nem is egészen közelébe, de annyira közeledett a szörnyetek felé, hogy az meghallhassa a hangját. Ki vagy? kérdezte a tatár. Szólj, ember vagy-e, vagy ördög? felelt a vénlány sipító hangon. Nem vagyok én sem ember, sem ördög. Én a halál anyja vagyok. Az élet fonalát nyújtom, s szaggatom. A ti életetek fonalát el is szaggatom, ha nyomban el nem takarodtok innét. Hiszen éppen elég volt ez a tatároknak. Eszük nélkül feladtak ki a somos erdőből, s attól kezdve békében élhettek tőlük a telekfalviak.